éppen szintén a kórus az, amelyik... Fogadóestet tartott Korsós Tamás, szabadkai főkonzul, Magyarország szabadkai főkonzulátusán, Babits János búcsúztatása és Takács László hivatalba lépése alkalmából. Babits János elmondta, az itt eltöltött idő alatt rá kellett jönnie, hogy ez a megbízás számára többet jelentett puszta munkánál, ugyanis erősen kötődni kezdett ehhez a vidékhez, ahol dolgozott. Bár ugyanis nézzük, ha professzionálisak vagyunk, akkor úgy kell mondani, hogy egy adott időszakban ezt a feladatot megpróbáltam, ahogyan tudtam, legjobb képességeim szerint teljesíteni, de úgy érzem, hogy mégsem így van, hanem kötődtem is ehhez a vidékhez. Babits helyébe Takács László lép, aki elmondta, ez a munka különbözni fog eddigi konzuli feladataitól, ugyanis a magyar nemzetpolitikát kell majd képviselnie. Képviselni kell a magyar nemzetpolitikát, nem egyszerűen érdekvédelmi munkavállalói problémákkal kell foglalkoznom, mint éveken keresztül az eddigi állomáshelyeken, úgyhogy nagy örömmel nézek elébe. Az új vezető konzul hozzátette, igyekszik majd teljesíteni az elvárásokat, és mindenkit felkért, hogy forduljanak hozzá bizalommal. A rendezvényen közéleti személyiségek is részt vettek.